ilyen az első év. Nem tudom, zavarban vagyok. Szóval nekem ez már nem az első évem, hanem ez már a második első évem. Mert én előtte a BKF-re jártam fotográfia szakra, és most a képzőn vagyok, interen első éves. Így tehát nagyobb tapasztalatom van abban, hogy milyen kétszer megélni az első évet, de igazából még mindig nem tudom a lényegét ennek, mert szerintem annyira nem másabb az első év a többitől, vagyis igazából maximum, hogyha éppen a gimnáziumból jössz ki, és nem egy művészeti gimibe voltál, akkor biztos vannak ilyen tévképzeteid, vagy elvárásaid, hogy akkor végre azt tanulhatom, amit szeretnék, és akkor ez minden eszközt meg fogok most kapni, és hogy beteljesítem az álmomat, és művész leszek, de ez egyáltalán nem így van, mert nagyon sok embert felvesznek művészeti képzésre, vagyis hogy ennyi ember nem tud kitermelődni egyszerűen művésznek, meg nincs szüksége az államnak, vagy a gazdaságnak ennyi művészre. A BKF-es első év jobban meghatározó vagy a személyiségemnek, mint a képzős, vagyis sokkal kritikusabban állok most már így a dolgokhoz, talán tudatosabban is, de kicsit de depressziósabban, vagy negatívabban, de ez teljesen személyiségfüggő is, tehát lehet, hogy valaki ennyi idő után is sokkal pozitívabban tud gondolkodni így a művész szférában, vagy így nyomnia magát, és hogyha csalódás éri, vagy éppen elutasítás, akkor így nem annyira zavarja őt, hanem megy tovább és csinálja. De hogy nem tudom igazából, hogy miért pont az első évet kéne így kiemelni. Mármint, hogy így jó értem, hogy ilyen beilleszkedési szinten, meg hogy bekerülsz egy tök más közegbe, de hogy így, amúgy ez máshol is érhet téged, ahogy így új vagy. De hogy a többi év se annyira könnyű, vagy könnyebb, vagy másabb igazából. És igazából meg kell tapasztalnod, hogy ezeket a dolgokat magadnak csinálod, szóval nem tudom, át kell indulni azokon a dolgokon, hogy ezeket a feladatokat csinálod, mert talán amikor én BKF-es voltam, nagyon ráhajtottam ezekre, hogy jó, a feladat meglegyen, de hogy így nem gondolkodtam így globálisan, hogy ezek a munkák, amiket én csinálok közül, most így mire lesz nekem jó már, mint hogy így megmutatom a tanáromnak, és így fú, azt mondja, hogy jó, akkor oké, tök király vagyok, de hogy így amúgy ez most merre fog engem előrébb lendíteni, most kapok egy ötöst, és így ez mit ér egy művészeti képzés, hogy kapok egy ötöst. De hát pályázni kell, de az is tök szubjektív, hogy éppen kik vannak a zsűriben, és kinek tetszik, kinek nem, vagy ki kivel van kapcsolatban éppen. És ez egyszerűen nem így megy, és így nagyon le tudod magadat sorolni, mert éppen nem sikerült bejutnod valahova, vagy nem választottad ki a te képedet, és ilyenkor elég mélyre tudsz vanni. És most már itt a képzőn próbálok elrugaszkodni ezektől a feladatoktól, csak hogy így se könnyebb. Szóval valahol ennek a kettőnek kéne megtalálni így az egyvelegét, hogy magamnak is csinálom, de közben tudatosabban egy nagyobb koncepció által kidolgozni a bizonyos dolgokat, mert már nem tudok úgy gondolkodni egyszerűen, hogy csak így megcsinálom a feladatokat, és akkor így megmutathatom esetleg valahol, aztán így mennek a fiókba. Kávé pont amikortól bekerültem, onnantól így mintha elszállt volna minden ihlet, meg mindenféle. Szóval ez kicsit ilyen sok is volt, hogy így bekerültem, és akkor így a felvételi azt így végignyomtam, az igazából szerintem nagyon jó volt, mert én nem megterhelő volt, hogy mondjam, inkább talán fizikailag ez a kéthetes felvételi, így egy húzamban, meg hogy nyár is volt, mi meg nagyon meleg. De akkor voltam talán utoljára nagyon tevékeny, hogy is fejezzem ki magam.
És utána tényleg, ahogy bekerültem, ahogy elkezdődtek az órák, úgy elkezdett bennem valami így görcsbe állni. És akkor így attól a görcstől így elkezdtem nem képesnek lenni arra, hogy alkossak valamit. Szóval igen, és ez a görcs még valamennyire, hát elég égen, még mindig bennem van. És tényleg nem tudom, mi történt. Amire gondolni tudok, az, hogy előtte sokkal kevésbé muszájból alkottam, és amikor bekerültem, akkor meg az volt, hogy hozz létre egy műalkotást. És akkor nekem létre kellett hozni egy műalkotást, és kicsit olyan volt, mint amikor a kisgyereknek megmondják, hogy mit csinálj, vagy mit ne csinálj, és az ellenkezőjét csinálj. És akkor nekem is kicsit ez volt, hogy na, akkor hozz létre valamit, én meg nem, én nem tudok, nem vagyok képes rá. Meg jaj, ne jön a határidő, és akkor nem vagyok képes el, nem tudom befejezni addigra. Szóval az egész ilyen nagy görs lett bennem. Hogy mondjam, szóval egyáltalán nem fogták itt a kezünket, valahogy így érzem, hogy fogták valamilyen értelemben, de egy másik értelemben meg tényleg az volt, hogy bármit csinálhatunk, és ez az intermédiának ez a bizonyos szabadsága, ez engem lehet, hogy tényleg ez volt, ami kicsit így lehúzott, vagy még mindig lehúz. Persze, nem tudom, szerintem az a helyzet, hogy sok tanár mondja, hogy legalábbis vannak olyan tanárok, akik mondják, hogy próbáljuk pont ezt megragadni, ezt a dolgot az intermédiában, meg így egyáltalán van ezen az egyetemen, hogy tényleg most szabadságunkban el bármit csinálni, kísérletezni mindennel. De valahogy azt érzem, hogy így akkora szabadság van, hogy így nem tudom, hogy hova kapaszkodjak, vagy mik a kapaszkodók egyáltalán, vagy új dolgokat próbálhatsz ki, de mi az, amit kipróbálhatok? Mert egy kicsit így most már kezdem így kapizsgálni, vagy így megismerni, meg felismerni ezeket a dolgokat, hogy miben is áll ez a szabadság. De igen, elsőben ez kicsit ilyen túl sok volt. Nekem például az volt még egy ilyen, meg még mindig az egy ilyen feladat, ilyen belső feladat, vagy nem tudom, hogy is mondjam, hogy a kapcsolatépítés, meg a kapcsolatteremtés, vagy az, hogy egyáltalán beszélgessek itt valakivel, vagy beszélgetést kezdeményezzek, hát ebben is kellett fejlődnöm például, hogy ne ilyen kis megszeppent valaki legyek, hanem tényleg nyissak másokra, ne féljek a beszélgetésektől, már igen, számomra ez nehéz volt. Szóval ez is mind szerintem érettebbé tett, meg az is, hogy én hagytam ki egy évet, és meg kicsit ilyen válságba kerültem, és az mindenképpen érettebbé tett. Úgyhogy nem tudom, milyen az, aki végignyomja az 5 évet egyszerre, nem tudom, milyen érzés lehet. De szerintem így lehet, hogy ha az ember olyan típus, akkor jó így egyszer-egyszer megállni. Mármint így gondolok arra, hogyha az ember már annyira úgy érzi magát, hogy jó, most kell egy kis szabadság, akkor nem tudom, kihagy egy fél évet, ha úgy dönt, vagy nem tudom, úgy látja jónak. Mert tényleg szerintem ezek a személyiségünkhöz, meg a fejlődésünkhöz szerintem nagyon sokat hozzáadnak. Ezek a kis, nem tudom, krízisek. Rögtön a gimnázium után bekerültem, hogy nem volt egy éves üres járatom, meg semmilyen, nem rögtön felvettek. És akkor döntöttem úgy, hogy ez lesz, amikor a nővéremmel átbeszéltük, hogy ő neki milyen volt képzős élet, vagy az ottani élményei. És ezek után így arra gondoltam, hogy nekem is ez lesz a jó. És mit jelent neked képzősnek lenni? Hát biztos, hogy más, mint más szakoknak, más szakon tanuló diákoknak, vagy művészhallgatóknak, mert egy ilyen elég hibrid dolog szerintem a képzőművészetelmélet tanszéken tanulni képzősként. Képzősnek lenni, kreativitást, szabadságot, és így másfajta gondolkodásmódot, szerintem. És mivel változtatta meg az életed?
nagyon-nagyon sok jó emberrel találkoztam, és egyértelművé vált, hogy amit elképzeltem, az itt megvalósítható. Ebben akkor trauma első év? Nagyon furcsa érzés kikerülni egy gimnáziumból, egy nagyon kötött oktatási rendszerből, és aztán egy egyetemi oktatásba integrálódni, úgyhogy azt hiszem, hogy az első fél évben a képzőművészetén nem is nagyon tudtam a különböző órákon koncentrálni, mert ez a másfél órás újfajta óraidő, az szemináriumok, az előadások, ezek egy teljesen más forma, mint amit eddig megszoktam. És például azt hiszem, hogy az első egy évemben a szemináriumi órákon folyamatos probléma volt, hogy nem merek megszólalni, ami azért más, mert nyilván egy egyetemen azt várják tőled, hogy kommunikálj, beszélgess, és mondjuk a gimnáziumi oktatási rendszerben nem ez volt az, amit elvártak, és nagyon furcsa volt az, hogy ez mostantól így lesz, meg igazából ez lett volna eddig is a jó forma, és egy kicsit ilyen traumatikus élmény volt az, hogy okay, akkor megtanulni kommunikálni újra órán belül is, vagy tanárokkal is. De azt hiszem, hogy most erre ez így működik. Juhász Nóra vagyok, az én első évem a képzőn elég egyedi volt. Olyan szempontból, hogy engem fölvettek 18 évesen látványtervező szakra, így elsőre, ahol 3 szemesztert húztam le, és aztán ott hagytam. Kijöttem fél évet, újra felvételiztem festőszakra, és én most itt vagyok 4 éves. Mert én jöttem 18 évesen egy ilyen baromi nagy sunggal, iszonyúan lendületlen, nagyon ambiciózusan, hogy majd jövök, megvalósítom magam, én az egyetem, végre azt csináltam, amit akarok, és megtanultam az embereket, akikkel dolgozni fog, és ez hogy milyen szuper lesz, hogy ez egy ilyen nagy flow élmény lesz, és hát természetesen nem az volt. Végszem vettem ezt az első 3 szemesztert, egyáltalán nem tehetem a helyemet, és aztán kellett ahhoz tulajdonképpen 2 év, hogy eljussak odáig, hogy de én ezt akarom, én úgy döntök, hogy én ezt akarok, úgy döntök, hogy energiát akarok belerakni, és meg akarom magamnak csinálni. És aztán, amikor újra felvételiztem festőszakra, akkor megkérdezték tőlem a felvételi, hogy és mit várok ettől. És én akkor már azt tudtam válaszolni, hogy voltak éppen semmit. Egy műtermet akarok, egy helyet akarok, ahol dolgoztatok, és ahol csinálhatom azt, amit akarok. És ugye ez még plusz segítséget, meg visszajelzéseket kapok, az bőven elég. És hát fölvettek ez a 4 év, ez már tök jól. Nekem nagyon jó volt ez a 4 év igazából. De 18 évesen én abszolút éretlen voltam ehhez. Ez biztos, és szerintem a többség az. A másik része viszont tényleg az, hogy a képző nem nagyon könnyítette meg, mert a magyar oktatási rendszer mint olyan ezt az egészet. Ide jön az ember egy gimnáziumból, és nem tudja, hogy működik ez az egész, még félig gyerek. És én azt hiszem, hogy baromi nagyok az elvárások, iszonyú hirtelen kellene váltanom, de közben semmilyen választási lehetőségem nincs. Én most Párizsban tudok Erasmus ösztöndíjat, az ember magának válogatja össze az óráit. És hát elég sok motivációt ad. Tehát a képzőn eszetlenül sok órám volt, és azt éreztem, hogy semmi játszóterem nincs, ez egy ilyen merev rendszer. És ezt meg kell tanulni szerintem először, bele kell jönni ahhoz, hogy az ember tudjon ebből tényleg profitálni. Mert meg energiát kell berakni, dolgozni kell. És akkor működni fog. Felkerültem Budapestre, és hát
nem, se nem fotóval, se nem képzőművészettel nem foglalkoztam, hanem egy nyomdába kerültem először. Egy ilyen fotografikai iroda volt, ez is annak egy ilyen nyomda részlege ott, ahol csináltunk. Különböző ajándéktárgyakra nyomtattunk ilyen szublimációval gyakorlatilag, tehát hogy kinyomtattunk egy lapot, arra egy ilyen tükör képbe volt rajta a nyomat, és akkor azt ilyen préssel gyakorlatilag rá szublimáltuk a tárgyra. Ezt egy évig csináltam, majd utána átkerültem egy másik nyomdába, ez már egy ipari nyomda volt, és akkor ott ilyen operátorként dolgoztam. Félig meddig minőségellenőrzés is volt benne. És ekkor ismerkedtem meg a mostani barátnőmmel, akinek a hatására gyakorlatilag, vagy ösztökélésére jelentkeztem ide. Előtte is próbálkoztam, csak nem ezzel az egyetemmel, hanem a Moholy Nagy Művészeti Egyetemmel, vagy a fotóra. De valami soha nem jutottam be. Ide pedig felvettek egyből. Úgyhogy tulajdonképpen ez az elősztori, hogy miként keveredtem ide. Miután bekerültem az egyetemre, akkor úgy próbáltam tartani magamat, hogy inkább csak az egyetemmel próbáltam foglalkozni. Sajnos ez hamar kiderült, hogy ez nem működik, nem megy, és mindenféleképpen kell valami kereset, amiből fent tudom tartani magamat. És így kerültem a mostani céghez, tehát miért már első évben. Ahhoz a céghez, aminél most is dolgozom. Hát ilyen szempontból nem is tudom, hogy könnyebb vagy nehezebb. Mert amikor, tehát az előző helyen, tehát ahol dolgoztam, még az egyetem előtt, az egy ilyen tehát hogy megkövetelt egy egész embert. Nagyon sokat kellett dolgozni, 12 órákat, aztunk nagyon sokáig, ez egy ilyen 3 éjszakos hely volt. És tényleg nagyon-nagyon fárasztó volt, és mikor bekerültem ide, akkor ez így egy kicsit ilyen felszabadult érzés volt, sokkal lazábbnak éreztem mindent. Sokkal könnyebb volt. Aztán, mikor ugye, amit említettem, hogy rájöttem, hogy nem tudom fenntartani magamat, a szüleim se tudnak úgy segíteni. Ezért muszáj volt elkezdenem dolgozni, és amikor elkezdtem dolgozni, akkor már nem volt egyszerű. Akkor megint egy kicsit ugyanazt éreztem, mint akkor, hanem talán még fokozottabban, még erősebben. Ugyanis nem csak egy felé kellett koncentrálnom, hanem több felé. És ez nagyon megterhelő. Ez nagyon-nagyon megterhelő tud lenni. A napom az úgy nézett ki, hogy reggel 9-re bejöttem ide. Itt voltam 4-5-ig, nem tudom, az első év azért elég sűrű volt. Nagyon sok óránk volt. És onnan mentem egy építésre. És ott voltam hajnal 3-ig. Aztán hazaestem, még akkor a koliba, lefeküdtem aludni, reggel felkeltem, bejöttem ugyanúgy reggel 9-re, és akkor ezt nem is tudom, egy fél éven keresztül. Akkor még több volt az energiám, az még így az eleje volt ugye ennek a dolgoknak. Nyilván minél hosszabban csinálja ezt az ember, annál kevesebb az energiája. Most ezt már nagyon érzem. Nyilván azóta már eltelt 2 év. Mióta ez megtörtént. Igazából most könnyebb olyan szempontból, hogy nincs annyi óránk, mint amennyi az első években volt. Úgyhogy tudok akár reggel is dolgozni, nem csúszok át az estébe, tudok többet pihenni. Akkor ez nem ment. Amíg be nem ütött ez a majdhanem egy ilyen depressziószerű, ami jött ezzel, hogy munka és iskola, és hogy ez egy ilyen végeláthatatlan folyamatnak tűnt, akkor ugye beírtott ez a depresszió, és onnantól már így valahogy lankadt a lelkesedés. Az már nem volt az igazi. Akkor már nagyon éreztem, hogy a munka az iskola rovására megy. Főleg amiatt, hogy ha vége volt a sulinak, egyből rohantam dolgozni. És nem volt meg az, hogy be tudjak mondjuk illeszkedni ebbe a közegbe, hogy barátkozzak. Mert nem engedhettem meg magamnak, mert tudtam, hogy mennem kell dolgozni, mert pénzre van szükségem, hogy el tudjam tartani magamat.
az ember már a felvételi előtt így nézi, hogy úristen, a képző, mint ikonikus hely, mennyire elit, művészarcok járnak ide, mindenki úgy néz ki, mint egy ilyen alter címlapfotó, és akkor ez egy ilyen nagyon vonzó történet. És amikor bekerülünk, akkor azt érezzük, hogy ennek az ilyen zárt kis közegnek, vagy klubnak megkaptuk a klubtagságát, ami egyébként abszolút nem így működik, mert például az elméletszak ott nem nagyon fogadja el egy-két művész hallgatót, tehát nem volt könnyű így beépülni a műtermi buli kultúrába, de azért azt hiszem, hogy az első másfél-két év mindenkinek a bulizásról szól, meg így az aklimatizálódásról. Mesélnél arról, hogy okozott neked traumát az első év? Volt olyan része, ami megviselt? Hát ugye én is középiskola után kerültem be, 97-es vagyok, és most lesz meg a BA diplomám, ami azt jelenti, hogy az osztályból én vagyok a legfiatalabb, és nem tudtam, mi az a Neptun, nem tudtam, mi az a tanulmányi osztály, nem tudtam, mi az, hogy kredit. Ebből egyébként a mai napig vannak problémáim, hogy első évben ilyen Hűbele Balázsként felvettem a tantárgyaimat, meg nem láttam át ezt a rendszert. Ugye másfél órás órák vannak, nem 45 perc. Ez is iszonyúan leterhelő volt, hogy ne menj ki mosdóba, ahhoz szoktál, hogy 45 percenként van egy 10 perces szüneted. Illetve azért nehéz megszokni a szaknyelvezetet, azt, hogy hogyan fejezed ki magad, hogy felnőttként vagy ott, és teljesen egyenrangú viszonyban, főleg a mi tanszékünkön nagyon fontos a nyitott kommunikáció tanárok és diákok között. Úgyhogy voltak traumatikus pillanataim, igen. Tudnám mondani egy meghatározó élményt az első évekből? Azt hiszem, hogy a legmeghatározóbb élmények azok akkor voltak, amikor kezdett meleg lenni, és az Epreskertbe kiültünk bulizni a többiekkel, vagy volt olyan, hogy koncert volt. Szóval nekem a családom nagy része a képzőn végzett, és anyukámtól, ahogy hallgattam az ő fiatalkori képzős történeteit, az Epreskert egy ilyen ikonikus helyé vált, és amikor azt éreztem, hogy fizikailag is be tudok lépni a beléptető kapun, meg ott a helyem, akkor az nagyon nagy élmény volt. De nem tudnék úgy egyet kiemelni, csak amikor az ember tényleg érzi, hogy a falkának a tagja. És a diploma után kurátor maradsz? Hát ez egy olyan alapszak, ami meghagyja a szabadságodat, hogy a kultúrának vagy a művészetnek a területén más határterületekre is átmehess. Van olyan osztálytársunk, aki művész szeretne lenni, és művész is lesz Londonban egy egyetemen. Én például most a dokumentumfilm iránt kezdtem el érdeklődni, mint lehetséges jövőbeli szakma, de tényleg azt érzem, hogyha főleg, hogyha érettségi után vagy, elsőre bekerülsz, fiatal vagy, ez egy nagyon jó választás, mert egy táptalajt képez, megtanít kommunikálni, kiállni, rájössz arra, hogy miben rejlik az egyéniséged, és hogyan tudsz majd később hozzátenni a művészethez. Iszonyatos sok levegő, iszonyatos szabadságérzés, és iszonyatosan ez a bejött a töltés, így emlékszem, amikor az akkori barátomnak, akivel felvételi időszak alatt együtt voltam, és így érettségi alatt, magyaráztam neki, hogy ha és amennyiben ide felvesznek, én nagyon jól leszek. Nagyon stabilnak képzeltem el magamat onnan, hogy milyen. Mit fogok érezni. Tisztetésen az agyára nem tudom, mert hogy így csak ezt ismételtem gyakorlatilag, hogy így akkor ez nagyon jó lesz, akkor nagyon el fog kapni a flow. És akkor egyszer csak elkezdődik az év, és egy ilyen hatalmas légüres térbe kerül bele az ember. Tehát, hogy így végtelen távolságok, ami nagyon jó, mert akármeddig elmehetsz gyakorlatilag, meg akármerre elindulhatsz. Viszont nagyon nehéz eljutni oda.
tehát így nem hogy azt éreztem, hogy nem segítenek nekem, hogy én nem vagyok, nem is azt mondom, nem, ez hülyeség, nem azt, hogy nem segítenek, hanem hogy én képtelenné válok itt megtalálni a segítséget ahhoz, hogy eljussak a kitalált legközelebbi célig. Úgyhogy így megkap az ember szinyától sok gondolat magad, és így valahogy így nem tudja, vagy én nem tudtam első évben így nagyjából egyiket sem előtetni, úgy, hogy abból kikerekedjen egy ilyen hajtás legalább. Mert hogy úgy ott maradsz, így azokkal az a temetek gondolattal, információval, érzéssel, mivel találkozol így az első évet, és így ott maradsz, így leülsz, és így vagy. És nézed, vagy van, aki halad, van, aki nem. Van, hogy az a megnyugtató, hogy van, aki látod, hogy nem halad, mert hogy ezzel kevésbé érzed magad hülyének, és egy tévedésnek itt. De van ugye az a megnyugtató, amikor látod, hogy valaki halad, mert hogy ő mégis képes volt feltalálni magát, és az valahogy reményt apa, hogy egyszer te is lehet eljutsz egy olyan fázis. Még van, ami nagyon jelző. És nem tudom, hogy mondtam el, hogy hányat akarok mondani, hogy négy szóval mi van, néhány. Lehet ennyi elég, ezt nem tudom, hogy hol tartok, így a felvétel hosszúsága van. Egy ilyen világvége hangulat. És azt én gondolkozom, hogy mi a nagyobb világvége, amikor az ember bemegy oda, és történik fel ott a dolga. Úgyhogy amikor az ember onnan kijön az utcára, és így azzal a tudással flangál az utcán. Nem tudom, hogy ez a világvég, ez egy jellemző érzés volt nekem az első év alatt. Nálad hogy működött az alázat dolog? Tehát mennyire volt szerinted fegyelmezett a csürhe, a társaság, amit osztálynak hívtuk? Hát tulajdonképpen nem volt az. Ne, hát én nem is vártam el, hogy az legyen. Szerintem itt kellett egy kis anarchia mindenkinek, főleg a gimnáziumi főfegyelem után. És nem gondolod, hogy inkább csak mindenkinek akkora arca volt, hogy azt hittem, hogy majd ő jobban tudja, és ezért nem volt inkább? Nem gondolom. Én nem gondolom úgy, ahogy ezt így elmondtad, hogy mindenki úgy jött oda, hogy szuper el volt szállva magától attól, hogy el tudom képzelni, hogy vannak olyanok, akik úgy mentek oda a mellüket veregetve az ex-gimnáziumi osztálytársaikhoz, hogy bezegenken felvették a képzőművészeti egyetembe. Simán el tudom képzelni, hogy létezik ilyen, de szerintem a legtöbben ezt nem így illik meg. Ahogy te ezt így elgondoltad is, szerintem pont ezért voltál ilyen, amilyen. És egyébként én arra kíváncsi lennék, hogy mit gondolsz az akkori és a mostani. Tehát, hogy a mostani fejeddel az akkori énedről. Hogy akkor még én csoporttársak vagyunk, emlékszem, hogy bántál, viselkedtél, vagy miket mondtál a többieknek, pont ezeket, hogy mit gondolsz te magadról, hiszen mögöttem van már plusz 10 év, előtted meg nincsen, hiszen még csak most jöttél a gimiből, holott nem feltétlenül tudtad, hogy nem mindenki jött én. Megmondom neked az őszintét, öntudatosságból tettem, mert úgy éreztem, hogy ez kell ahhoz, hogy mondjuk idegileg ne omoljak össze. Tehát abban az időszakban voltam, amikor kellett ahhoz, hogy ne az legyen, hogy én most magamba fordulok és összecsúszok, mert akkor nem lesz megállás, hanem kellett az, hogy már pedig én vagyok valaki, meg vagyok valahol.
Anélkül, hogy itt lennék. És most is itt tennéd? Hogy most így tenném, azt azért nem tudom, mert ahhoz akkor az a helyzet kellene. Tehát én nem tudom, ezt, erre nem tudok válaszolni. Hogy akkor mit csinálnék, hogyha most kezdeném el az egyetemet. Úgyhogy már ezeket meg tudom, amiket meg itt láttam, hallottam. Ez teljesen más helyzet, teljesen más szituáció. Annyi biztos, hogy nyugodtabb lennék. Most, hogy nyugodtabb vagyok most, mint akkor. Tehát akkor feszültebb voltam nagyon sok. Én akkor megpróbáltatásként éltem meg ezeket a dolgokat, hogy elveszítek embereket, meg ezek a dolgok, meg ami azzal jár, ugye. És hogy nagyon kevés az olyan hely, ahova mehetsz, hogy meg. És érzékenyebb voltam akkor, mint most. Most kevésbé ugyanazok a dolgok már lehet, hogy kevésbé hatnak, mert lehiggadtam. Akkor te menekülni jártál ide. Felfoghatjuk így is, hogy kellett valami, ami elterelje a figyelmet a dolgaimról, gondjaimról. Telt egy kis idő, amíg ülepszik az, hogy nem egészséges a helyzet. Lehetett volna más is. Lehet, hogyha mondjuk csak 3 évvel korábban jövök be, akkor tök más lett volna. Már én maradt, amióta ide jársz, azóta valaki segbe rúgott. Magadat nem rúgtad segbe? Fizikai korlátai vannak, de egyébként meg lehet csinálni még azt is. Most csak azért kérdezem, mert amúgy, hogy tényleg megváltoztál. Mondom, szerintem lehiggadtam kicsit. Tehát most már nem lepődök meg annyira, vagy nem sokkolódom egyébként ugyanattól, mint amit 2 évvel ezelőtt, meg viszont egy elég komoly hatást váltott ki. A hatások azok nem változtak. Az események nem változtak, az emberek nem változtak. Viselkedésben nagyjából mindenki ugyanott van. Azt hiszem, hogy én vagyok az, aki egy kicsit talán más, hogy látja a dolgokat, mert most már, hogyha bejövök ide, akkor már nincs ez az idegen érzetem. A városban, ha járok, már nincs ez a nem vagyok itthon érzetem, hanem már más, hogy járok. Fel tudok szállni, hogy egy busz, tudom, hogy hova fog menni. Például meg ilyenek, tehát ilyen nagyon aprólékos dolgok, de ezek mind hozzátartoztak. Ahhoz, hogy amikor már ismersz valamit, meg ismersz valakiket, egy jó ideje, tehát már többször ráhalszol, akkor már máshogy állsz hozzá, akár ugyanaz a dologhoz. És ez az oka annak, hogy le tudtam higgadni, és már nem izgatnak új dolgok, mint amit akkor izgattak, amikor teljesen új volt minden, teljesen más volt a környezet. Tehát egy hirtelen Miskolcról feljössz, és belopnak téged egy olyan környezetbe, ahol rögtön 60 ember azonnal ismered kéne, mint a tenyeredet, tudnod kellene, hogy mit követel, vagy kér rajtad számon, és járjál be az összes órára, és legyél még türelmes is mindenkihez. Nem. Az akkor még úgy nekem nem ment. Most már tudom kezelni. Mennyire vagy elégedett az egyetemmel, mert ugye számíthat az, hogy az első év végén mit mondasz, és tervezel-e tovább maradni, vagy pedig gondolod, hogy ez nem neked megfelelő hely? Húha! A felvételimkor a tanárok, ha a mende mondák igazak, azután a 15 perc után, amit bent töltöttem a beszélgetésen, kávészünetet tartottak, mert olyan sok mindent mondtam, hogy elfáradtak a hallgatásban. És már akkor feltették a kérdést, hogy ugyan miért egy ilyen csöndes kezed járjon, ne a szád szakra akarok menni, mikor a beszélőköm egyszerűen megállíthatatlan. Nos, hát az az igazság, hogy a szüleim nagyon sokáig színésznek készítettek, és jártam is ilyen tagozatos gimnáziumba, onnan a jelmezdíszlettervezői ambíció, de engem sokkal inkább vonzott a kontempláció, amit meg is kaptam. Külsősként azt gondoltam, hogy ezen az egyetemen majd csupa hasonszőrűvel fogok találkozni. Aztán meg azt gondoltam, hogy te jó ég, amíg nem vagyok belsős, addig itt senki nem akar beengedni a termébe.
Légy szíves, menj ki, mert magamat is alig bírom elviselni. Légy szíves, menj ki, mert gondolkodni akarok. Légy szíves, menj ki, mert tudom, hogy nyílt nap van, de én nem szeretném, hogy begyere. Szóval évről évre egyre komolyabb energiákat kellett gyűjtenem magamban ahhoz, hogy a nyílt napi tapasztalatok után továbbra is ide akarjak jönni, de ide akartam. És aztán bekerültem, és mivel alapvetően a festőre gondoltam tavaly felvételikor, arra vágytam jobban, a képgrafikának megengedtem, hogy meglepetéseket okozzon nekem folyamatosan, újabb és újabb meglepetéseket. Ami azt hiszem, hogy inkább meghökkentő és fájó ezzel az egyetemmel kapcsolatban, az a támogatás hiánya. Alapvetően már a festő és a grafikus szak között is van egy akkora távolság és különbség, hogy a festők esetében egy mester diákjai azok nagyjából egy tömbben helyezkednek el, havonta adnak valamiféle bemutatkozást, bemutatót arról, hogy ők most mind gondolkoznak, hogyan dolgoznak. Ez a képgrafikán nincs így. Nálunk inkább osztály van. Első évesek, másodévesek, harmadévesek. És nagyon örültem, mert ez volt az eddigi legbefogadóbb közegem, és a legkedvesebb osztály, amit az élet összetákolt nekem, mint valami új családot. Viszont azokkal a problémákkal, amik mondjuk az egyetem épületét sújtják, amik miatt ez a szegény képzőművészeti egyetem a legsötétebb, legfeketébb épülete az Andrássy útnak, és ami miatt be kell valljam, hogy néha rémisztő végigmenni a folyosón, hát hogyha a fejemre esik a plafon egy darabja. El kellett, hogy töprengjek azon, hogy mennyire érdemes ennek a javításáért küzdeni. Lehet-e nekünk, mondjuk diákoknak elég ereje ahhoz, hogy ezen változtassunk. Nos, hát most ott tartok, hogy nem. És ha jól értem, akkor végülis neked ez a döntés valamennyire organikusan született meg, több szakon gondolkodtál, és akkor valahogy így maga természetességében itt kötöttél ki, hogy mennyire volt egy elképzelésed arról, hogy milyen lesz, és ez mennyire illeszkedett azzal, amit itt kaptál? Nagyon sok ismerősöm jár ide. 5 különböző gimnáziumban tettem tiszteletemet az elmúlt 10 pár évben, és majdnem mindenhonnan van valaki, akinek volt lehetősége bizonyos tapasztalatokat átadni. Láttam azt, hogy a közelebbi ismerőseim, akik 1-2 évvel korábban kerültek ide, mennyire szenvednek, milyen nehéz azzal a ténnyel együtt élni, hogy én most már tényleg hivatalosan is a művészeti pályát választottam, nekem ez a dolgom. Nem csak kedvtelésből festek, hanem kvázi azért, mert kötelező. Majdnem mindenki elgondolkodott azon, hogy elhagyja a pályát, de ugyanakkor ez a passió, ez a fétis, ami a művészethez, mint egyfajta hitvalláshoz köti őket, ez újra és újra visszarántja a bokájuknál fogva őket a földre, és valami higanygolyót, mint inspirációt elcsepegtet beléjük, és újra munkára készteti őket, és ez velem is így van. Megérkeztem ide képgrafikára, és elkeseredtem. De hát én festeni szeretnék. Aztán rájöttem, hogy nem, egyébként a képgrafika nekem sokkal kellemesebb, hiszen dolgozhatok hosszan projekteken, minden évben új lesz a feladat, minden évben új munkaterv lesz, míg ez a festő nincs így. Szóval tulajdonképpen cakumpa, kámblok, pozitív csalódás számomra az a szak, amire kerültem. És nem utolsó sorban az a véleményem erről az egyetemről, hogy olyan, mint egy könyvespolc, tele tudással. Persze, főleg a szakirány különböző minőségű tudásaival, amit nem fog hozzád vágni a könyvespolc. Oda kell menni, és el kell venni. De akkor megkaphatsz mindent, hogyha képes vagy felállni és elvenni azt a minőségű tudásanyagot, amire éppen szerinted szükséged van.